tulajdonképpen ezzel akár le is lehetne zárni a rávaló emlékezést, ha nem kértük volna meg a családot, hogy ők is mondják el a mondandójukat emlékezésképpen, és itt Sánta Ábel a fia, és Balázs az unokája veszik át a stafétabotot. Köszönöm, hogy lehetőséget kaptunk mi is ezen az emlékezésen, amire végül is előzetesként a búcsúztatáson került sor. Én úgy gondoltam, hogy édesanyám emlékének nyilván úgy is tudunk adózni, hogyha egy kicsit belátást engedünk abba is, hogy mi hogy láttuk őt. És köszönjük mindenkinek, aki eljött. Én különösen mondhatom azt, hogy az itt jelenlévők jó része névről is, meg akár arcról is részese volt a családnak. Akkor most fellebentem a fájtlat néhány olyan képről, néhány olyan emlékről, ami nem mind az én életemben volt. Én 64-ben születtem Dunaújvárosban. De akár születhettem volna Mohácson is, talán nem sokan tudják, de tavaly megjelent egy hír a magyar médiában arról, hogy Mohácson is lehetett volna a Dunaújváros. Márpedig pont azért került ugye a Dunai Vasút Dunaújvárosba, mert ez lett végül az igazi hely, és azért mentek szüleim is Dunaújvárosba, mert így a Dunai Vasút révén így tudtak végül is lakáshoz. De nézzük meg először, hogy amit már többen megemlítettek, a zene, az ének, az milyen előzményekkel indítható. Az már elhangzott, hogy édesanyám Kunár után született, egy olyan családban, ahol a zene jelen volt, nem csak a zene, hanem ének is. A Kunár utai emlékek könyvében megtalálható a templom énekar névsora, aláhúztam kékkel. Anyai nagymamám, az ő testvérem és anyai nagyapám mind énekeltek a templom énekarban Kunár után. Itt látunk egy családi képet, édesanyámnak két nővére volt, tehát összesen hárman voltak a családban. A családi indítatásról majd később is beszélek, gyakorlatilag a pedagógus szakma is már igen korán megjelent. Ami az éneket illeti, a békéstarvosi évek valóban meghatározók voltak. A zongoratanulás az éveken keresztül meghatározó volt, és nagyon fájlalta, hogy később az izületi problémák miatt már nem tudott úgy zongorázni, ahogy szeretett volna. Itt van két dokumentum, ami az iratok között megtalálható volt, egy bizonyítvány, illetve annak a jelzése, hogy bizony magas színvonalon teljesített ő a zongora tanszakon is. Megtaláltam egy érdekes meghívót, ami, ha úgy tetszik, kordokumentum a fiatal tisztek bájáról, ahol édesanyám is föllépett, itt lehet látni az ő nevét, 1955. novemberében, ez pedig egy másik meghívó, ahol szintén láthatjuk az ő nevét. Ahogy mások is emlékeznek rá, valóban nem csak tanulta a zongorát, hanem elő is tudta adni. A bal oldali képen láthatjuk, hogy 61-ben a zongora óra után Szegeden, tehát már az egyetemi évek alatt is folytatta ezt a zongora tanulást, ami pedig az otthoni zenélést illeti. Szülei mindketten zenéltek, édesanyja zongorázott, édesapja hegedült, és hogyha a időközben Ausztráliába kiköltözött Józsi bácsi is hazajött, akkor pláne kibővült a családi zenélés. Ezt látjuk a középső képen. Ezeknek, hát ha nem is úgy, hogy én zongoráztam, de hallgattam, én is részese voltam még fiatalon, valóban volt egy hangulata. Utána jöttek az egyetemi évek, 56 és 61 között. Fényképeket áttanulmányozó, úgy gondoltam, hogy megosztok néhány olyan képet, amely egy olyan korszakról ad jelzést,
amelyben én még nem voltam jelen, se a rúgom, sokan még emlékeztetnek rá legfeljebb. Mit csinál egy jó egyetemista, amellett, hogy egyetembe jár, nyilván kétfolyam kiránduláson vesz részt. Ezek a képek 57 áprilisában Pécsen készültek. És szintén 57-ből számítunk ez a két kép, ahol édesanyám más lányokkal együtt, mint a Gráciák együtt, de legalábbis ez volt a két alatt volt jelen. Érdekes volt ezeket a fényképeket abból a szempontból is nézni, hogy 6x9-es kis fekete-fehér képek időnként szinte nagyítóval kell kivenni rajtuk az alapokat. Ez egy soproni évfolyam kirándulás, itt már apám is megjelenik a középső és a másik képen, de hát 60 októberéből származik a kép. És láthatjuk, a sportélet is már akkor jellemző volt Szegeden. Voltak sportolók, köztük apám, és voltak drukkerek, ott van édesanyám. Ezt a képet inkább a felirata miatt tettem be az anyagban, ez az utálatos már megint késik. A kép felirata, de hogy sokat nem késett, arra például ez a kép, 61-ből, és ők valóban 61-ben össze is házasodtak. Nézzünk egy olyan emléket, aminek én is aztán később részese voltam. Az evezős túrák is kettejük életében, meg aztán apám életében is külön fontos szerepet játszottak. Ez egy 62-es evezős túra. Piris Maróknál készült a kép, és 1990-ben engem is elvitt apám a meleg vízre. Ami abból a szempontból volt érdekes, hogy valóban télen-nyáron akkor még meleg víz folyt, és a magyar, hát mondjuk így lelkes csónakos társadalom előszeretettel látogatta ezt a helyet. Ott pedig Balázs látható a kívül. Ott pedig édesanyám. Ami a nagy családot illeti, ez mindig is lényeges szerepet játszott édesanyám életében is, illetve az egész család életében. Nem véletlenül, ugyanis, mint mondtam, hárman voltak testvérek. És a három testvér a családdal, a nagyobb családdal együtt itt a képen. Édesanyám, húgom, jó magam. És ez a család kép 69. augusztusában készült, de hogy a nagy család az összetartott, arra jó példa egy 20 évre későbbi kép, amely Makon készült, a három nővér itt látható a képen, és hát ugye gyerekek, hát nem csak a szülők, hanem a gyerekek is találkoztak ilyenkor. Egy személyes emlék, valahányszor mentünk Makóra, akkor már Szeged térségében édesanyám fölvette a jellegzetes űzést. Egészen addig nem, de ez egyértelmű jele volt, hogy közeledünk, megjelent a beszédében, ahogy az autóban beszélgettünk az űrbetűt, és meg is maradt a nyugodtunk. Ez újabb 19 év mutatja, hogy lám az összetartás attól még megmaradt, és hogyha minden igaz, sor kerül még ilyenre. Jó dolog ez, és jó visszanézni évek múlva. Én azt mondom, célszerű is, meg jó is visszatekinteni, tehát akinek ellenérzései vannak családi fényképek iránt, nekem elhiheti, de vannak nála az idősebbek is, akik mondják, megéri. Jó visszanézni ezeket később. Ez pedig már az utolsó kép, ahol még húgom is ott volt, 2011-ből. A nagy családhoz hozzátartoztak az unokák is, beszéltük már róla, őt unokája volt, a szudokumon is megjelent a kettő, tehát kettő gyermek, öt unoka, kettő dédunoka. Az öt unoka itt látszik a képen, húgomnak gyermekei, és az én gyerekeim, ő pedig az idősebbik dédunoka 2019-ből.
Nagyon meglepett minket, ahogy kerestük a fényképeket később, amikor ugye édesanyám, és döbbenetes volt számunkra, hogy 2019-ig kellett visszamenni, hogy jó képet találjak. Tehát tényleg érdemes megérdemelni. Egy egészen más téma, ami nagy is, kicsi is, hogy miért, mindjárt mondom és mutatom. A képen az állami díj igazolványa látható. Nagy díj volt az annak idején, az igazolványhoz képest ilyen pici. Az igazolványhoz társul egy másik kicsi igazolvány, ami a központi kórház és rendelőintézet igénybevételére jogosít, ez is nagy dolog, de igen kicsi. És emellett egy nagy dolog, valóban nagy dolog, másik oldalról igen kicsi. Pont az állami díjnak volt az köszönhető, hogy az otthoni ikertelefonunk végre nem ikertelefon lett. Utólag mesélte édesanyám, hogy valóban erre hivatkozva sikerült elintézni azt, amit évek óta próbált megoldani. Végül az oktatási tevékenységről is annyit szeretnék még mondani, hogy az indítatás szintén családi háttérrel is rendelkezik. Édesanyja tanítónő volt. Nővéreinek családjában szintén igen sok pedagógus van, tehát nem véletlen az, hogy ő is, ha úgy tetszik, rálépett erre a pályára, de kétségtelen az, hogy voltak olyan személyes tulajdonságai, amik erre alkalmassá is tették. Hozzá kell tenni, a végzettsége is végül is alkalmazott matematikus mellett tanár is volt. Fontos volt számára valóban mindig is a tapasztalatok átadása. Ez megnyilvánult már korai időszakában a munkának, amikor szemináriumokat, önképzőköröket szervezett, és már akkor segítette a fiatalokat. Jellemzője volt az, amit más előadók is mondtak, valóban szintetizálni tudott, összefogni tudott, szervezni tudott, és ez mind kellett hozzá. Nagyon fontos lépés volt a nyugdíjba vonulása után az, hogy ahogy tetszik, a szakmát most már ilyen szempontból más módon is meg tudta közelíteni, és az oktatás még inkább előtérbe került. Ahogy családilag beszéltünk éppen most a szünetben, elő volt olyan időszak, amikor tám maga sem tudta, hogy hány helyen oktat, mikor hova fog menni. Innen is származik egy érdekes sztori, ami a humorérzékre is utal, ezzel fejezném be. Mindig is olyan típusú, hogy mondjam, hallgató diák volt, aki tanult, jó feje is volt hozzá, és sosem puskázott. Ugyanakkor, amikor az egyetemi oktatás során szembe került azokkal a helyzetekkel, hogy a diákok bizony a puskázás ezerféle módját látták és gyakorolták, akkor pont egy családi eseményen bosszankodva mesélte el aktuális élményeit. Szegény nem tudhatta, hogy Gergőnek, rúgam fiának éppen aznap adtuk át ajándékként a puskázás tudományáról szóló kis szakkönyvet, amelyet aztán gyerekekkel együtt még korábban megbeszéltünk, és hát húgommal együtt, tehát ha úgy tetszik, őszülőként is komoly élményeink voltak ebben a tárgyban. Először fönnakadt a szemi szegénynek, hogy na tessék, az egész családja ellene van, de hát aztán természetesen ő is úgy mosolygott a történetem. Na, tessék! Az emlék az megmarad. Köszönöm szépen, hogy elmondhatom mindezeket. Köszönöm, édesanyám, helyezteseket.